Köszönöm szépen, elnök úr, a szó, tisztelt miniszter úr, tisztelt képviselőtársaim! Örömteli, hogy a 2017-ben elfogadott ukrán oktatási törvény különösen az abban lévő nyelvi cikkei miatt megromlott magyar-ukrán viszony rendezésére vonatkozóan a magyar kormány, a külügyminisztérium nagyon komoly lépéseket tett az elmúlt időszakban. Dmytro Kuleba, ukrán külügyminiszter úr első hivatalos útja Budapestre irányult, és több fontos kérdésben egyeztetésre került sor Szijjártó Péter külügyminiszter úrral. Mindenképpen áttörésnek látjuk. Lesz majd két kérdésem arra vonatkozóan, hogy hogyan látja ön, tisztelt miniszter úr, mindezt. Az biztos, hogy történelmi jellegű találkozóra került sor itt az elmúlt három év szembenállását látva. Biztos vagyok benne, hogy rendezni kell közös dolgainkat. A koronavírus járvány is bebizonyította, hogy Közép-Európában a szoros egymásra utaltság fontos tényező, és ebben élünk, ebben kell megtalálnunk a közös nevezőt. A 21. század az együttműködés fontosságát kell, hogy elhozza minden nemzet esetében, különösen itt ebben a térségben, a Kárpát-medencei régióban a szembenállás helyett. Magyarország ezt felismerte, törekszik arra, hogy a szomszédsággal is nagyon jó viszonyba kerüljön a szomszédos országokkal, és nyilván azt hiszem, hogy az ukrán partner is látta azt, hogy koronavírus járvány időszakában Magyarország a külügyminisztérium a szolidaritás jegyében, a barátság jegyében segítette a Nyugat-Európában rekedt ukrán állampolgárok hazajutását, hozzáteszem a román állampolgárokét is. Valamint emellett még 8,5 millió tonna védőeszközt adott a kárpátalja egészségintézményeknek. A KDNP támogatja a kormány törekvéseit, hogy segítse elő a magyar kormány a határon túli magyarok életkörülményének javítását, anyanyelvű kultúrájuk megőrzését. Különösen fontos ez kárpátaljai magyarok esetében, az ott élő 150 ezer kisebbségben lévő magyar esetében. Tisztelt miniszter úr, két kérdésem lenne. Röviden, hogyan értékeli a magyar-ukrán külügyminiszteri találkozó eredményességét, valamint mikorra várható a magyar-ukrán határszakasz újranyitása? Válaszát erről is köszönöm. Köszönöm, Simicskó képviselő úr. Válaszadásra megadom a szót Szijjártó Péter külügyminiszter úrnak. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő úr. Valóban biztató volt az, hogy Dmytro Kuleba első külföldi útja Magyarországra vezetett. A találkozó létrejöttét már eredménynek is tekinthetnénk, akár különös tekintettel az elmúlt évek konfliktusaira. Szeretném leszögezni, hogy továbbra is jelentős viták maradtak fenn fontos kérdésekben, olyan fontos kérdésekben, amelyek a magyar nemzeti közösség joggyakorlásához kapcsolódnak. Ugyanakkor kétségtelen tény, hogy a tónus és a hangulat talán valami fajta reményt ad arra nézvést, hogy a Kárpátalján élő magyarok joggyakorlása tekintetében vissza tudunk térni a korábbi helyzethez. Az ukrán külügyminiszter kollega egy memorandum tervezetet nyújtott át, amelyben átfogóan értékelnénk a magyar-ukrán kapcsolatokat a gazdasági, kulturális és társadalmi együttműködés területein, és ebben rögzítenénk a jövőbeni együttműködés lehetőségeit is. Abban maradtunk, hogy ezt a dokumentumot három bizottságunk fogja kitárgyalni, a Gazdasági Vegyes Bizottság, az Oktatási Munkacsoport és a Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó Közös Bizottságunk. És itt próbálunk megállapodásra jutni annak érdekében, hogy a Kárpátalján élő magyar nemzeti közösség jogai ne csorbuljanak, hogy továbbra is anyanyelvükön tudjanak tanulni, anyanyelvükön tudjanak érettségi vizsgát tenni, és az anyanyelvüket tudják használni a társadalmi érintkezések során, valamint a kulturális és vallási élet során is. A határ átkelőkre vonatkozóan azt tudom mondani, hogy mi készen állunk arra, hogy ukrán és magyar állampolgárok számára lehetővé tegyük az átjárás Magyarország és Ukrajna határán. Erre az ukrán fél még nem áll készen. Egyelőre azt jelezték nekünk, hogy ehhez még időre van szükségük. Továbbra is csak ukrán állampolgárok léphetnek be nemzetközi személyforgalom tekintetében Ukrajnába. Amint az ukránok ezen a hozzáálláson vagy ezen a szándékon módosítanak, úgy mi is készen állunk az erre vonatkozó tárgyalásokra. Köszönöm, külügyminiszter úr. Egy perces viszont válasz illeti meg Simicskó képviselőnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, tisztelt miniszter úr, a válaszát. Nagyon fontos, hogy rendezzük végre a közös dolgainkat Ukrajnával is.
Nagyon pozitívnak értékelem azt a nyitottságot, amit a magyar kormány megtett, és nyilván most az ukrán kormány is gesztusokat tesz. Én bízom benne, hogy az ő érdekük is fönnáll a helyzet rendezésére. Nyilván tudjuk azt is, látjuk azt a szomorú esemény sorozatot, most már évek óta zajlik az a belső konfliktus, és nyilván az orosz-ukrán konfliktus maga. Számomra mindig nagyon nagy tanúságot hoz ez, hiszen a testvérháborúkat mindig mélyen el kell ítélni. Nagyon szomorúan tekintünk arra, hogy a szláv népek egymást is támadják ilyen módon, és megosztottá válnak. Én bízom benne, ez a viszony is rendeződik majd hamarosan, de nekünk a legfontosabb, hogy a kárpátaljai magyarok sorsa megnyugtató módon alakuljon, tudjanak hozzájutni az anyelv megfelelő szintű elsajátításához, és nyilván azok az életlehetőségek, amelyeket a magyar kormány gazdaságpolitikája, gazdaság élénkítő programja oda is hatással lesz, és minél több kárpátaljai magyar család boldogulását meg fogja találni a magyar kormány segítségének köszönhetően. Köszönöm szépen a válaszát. Köszönöm, képviselő. Viszont választ illeti meg a miniszter urat. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő úr. Mi abból az elvi alapállásból indulunk ki, hogy sokkal jobban lenni a szomszédokkal, mint rosszban. Tehát a kárpátaljai magyarságnak is az az érdek, hogy Ukrajnával jó kapcsolatokat építsünk fel. Ez a többi ország esetében, Szerbia vagy Szlovákia esetében, ahol régen szintén nem volt jó kapcsolat, úgy működött, hogy közös sikertörténeteket építettünk az élet praktikus területein, energetikai, gazdasági vagy közlekedési együttműködés tekintetében. Ezért is döntöttünk úgy, hogy folytatjuk a kárpátaljai gazdaságfejlesztési programot, amelynek keretében eddig 19 milliárd forintnyi beruházás jött létre Kárpátalján. Folytatjuk a határmenti infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó tervezést, akár a nagyhódosi új határátkelőhely megnyitásáról, akár a záhonyi Tiszahíd felújításáról, akár a Beregszász Munkáccsal összekötő út építéséről is beszélhetünk. Ezért volt jelentősége annak, hogy aláírtuk azt a megállapodást, amelynek értelmében meghosszabbítjuk az érvényességét annak az 50 millió dolláros hitelkeretnek, amelyet Magyarország Ukrajna számára biztosít a határmenti infrastruktúrális fejlesztések végrehajtására. Magunk részéről tehát mindent megtettünk, én azt gondolom. Köszönöm, külügyminiszter úr. Tisztelt országgyűlés, szél.